Köszöntöm kedves nézőinket! Ez itt a Pécsi Kör mai műsorunkban. Belenézünk a Pécsi Nemzeti Színház új előadásába. Ellátogatunk a Sarnabőr nevű egyszemélyes zenekarhoz, és együtt ünnepelünk a 10 éves Pécsi Flamenco Egyesülettel. Tartsanak velünk! December 1-én mutatják be itt a Pécsi Nemzeti Színházban a Veszedelmes Viszonyok című előadást Horkas Ádám rendezésében. Az egyik próbába néztünk bele, és váltottunk néhány szót a két főszereplővel, Köles Ferenccel és Herceg Adriennel. Mi valahol szerettük egymást. Azt hiszem szerelem volt, és maga nagyon boldog tettek. Istennél újra. A kötelékre csak megoldottuk. Nem vártuk. Persze, az illúziók mindig édesek, ilyen a természetük. Nekem nincsenek illúziói. Útjaim során elvettem mindet. Most haza akarok jönni. Maga a kor az egy olyan dolog, ami nyilván van benne egy csomó vonzó dolog, de van olyan, ami egyáltalán nem érdekelne most engem ebben. De maga ebbe a színházi előadásban azt nagyon szeretem, hogy gyakorlatilag szerintem nagyon sok mindent el lehet játszani. Főleg ebbe a szerepbe. Ez mindig hálás egyébként egy színésznek, hogy egy ilyen visszarepülés az időbe, egy olyan fajta azonosulás egy másik korral, tehát ez tényleg egy időutazás, és hát nyilván jelmezében és kiállásában is egy olyan kor, amit úgy szeret viselni az ember, tehát úgy jó benne természeteskedni, vagy játszani. Kedvesem? Ne aggódjon, nem vonom vissza az ajánlatomat. Most elutazom egy-két hétre, de ha visszajöttem és készhez vettem azt a bizonyos levelet, együtt töltünk majd egy éjszakát. Egyetlen egyet. Élvezetessé fogjuk majd tenni, hogy sajnálmasuk, ez volt az utolsó. Ilyen típusú nők, amit most mondjuk én játszok, az szerintem ennek a korszaknak egy ilyen nagyon jellemzője volt. És én azt gondolom, hogy nyilván nagyon jó látni, hogy abban a korban, amikor a nők rengeteg elnyomásban részesültek, hogy van egy, aki egyszerűen csak fölé nő a, mondhatnám, a férfi társadalom fölé is. És azért ez nagyon jó. De gyakorlatilag azt gondolom, teljesen mindegy, milyen korban, ha jó szerep vagy jó személyiség, akkor azt mindig jó eljátszani. Az idő összeszavarodik, ha maga nincs vele. Egy óra annyi, mint egy évszázad. Ahogy? Mondtam már magára, sokkal jobban megértenék egymást, hogyha nem úgy beszélne, mintha a legújabb lány regényből olvas rá. Bocsánat. Hoc vezem, Caliber, Sirai. Azt próbáljuk, vagy azt próbált az Ádám is átadni, vagy elmagyarázni, hogy alapvetően szerintem, tehát ennek ez nem korfüggő, vagy nem korszakfüggő. Nyilván annak idején is, ez egy jól megírt levérlegény állítólag, és akkor abból lett ez a Hampton-féle darab, és hát olyan gyönyörűen meg vannak írva ezek az udvarlós dumák, hogy szerintem ezek egyébként még ma is bejönnének. Tehát, hogyha az ember venné a bátorságot magának és egy kávézóba vagy egy diszkóba ezeket így földobná az asztalra, szerintem még ott is működnének. Tehát, hogy jók ezekből, hogyha fiatalabb lennék és nem lenne családom, biztos azért még lopnék is. Én szeretnék hinni magának. Gondolja meg, tudtam, hogy be fog nézni. Az inasom bejelentette. Várjon.
Most pedig következzen egy egyszemélyes pécsi zenekar, a Sarnabőr. Simara László fotográfus 4 évvel ezelőtt kezdett ebbe a projektbe, és azóta már az 5. lemezét mutatta be Útközben címmel. Kis kaja, kis lábos van, kis tőzre teszel. Hogy oda ne égjel lassan, kevergetem. Kialakítottam egy mobil stúdiót tulajdonképpen, amit bárhova lerakhatok a világ bármely pontján. Felvenni is lehet vele, lejátszani is lehet vele, szerezni, tehát zenét is lehet vele szerezni, maszterelni is lehet vele éppen bárhol. Hozzá kis sörömet, iszom és cigizek. Kis hamut földre szórok, felszedni nem éri meg. Babucsos lába arrébb löki a szemetet. Mert régen zenéltem elég hosszú ideig is. És ezzel megszűnt. Szintén elég hosszú időre. Volt egy kis vágyam is, meg közben azért dolgoztam ugye a fióknak. Csináltam egy-két projektet. De egyszer csak meghallottam, akkoriban új lemeze volt a Neil Youngnak, a Noise című lemez, ahol ami nagyon megtetszett. Boroszon torzított gitárral és énekelget rá. Van olyan szám, hogy csak egyedül egy gitár, meg ő. Ez volt az első inspiráció. Uh-huh. A Togács Eszintől megkaptam aztán a Kemény vagy című lemezét. És azt mondom, hogy hát ez annyira hasonlít az én világomhoz tulajdonképpen, hogy nyugodtan miért nem csinálom. Ez így érlelődött bennem egy évig kb. Akkor jött a gitár ajánlat, hogy vehetek egy viszonylag jó gitárt. Ez is eltelt egy év. Csak elkezdtem dolgozni az első anyagon. Nem marad más utánom, csak ami belőlünk benned él. Hollywood messze van. Ez a projekt tulajdonképpen zenekarnak készült, azért nem is úgy van hirdetve soha, hogy szóló. Tehát nem a saját nevem, hanem ez egy zenekar. Csak nem voltak emberek hozzá, én pedig úgy gondoltam, hogy kényszeríteni senkit nem fogok, majd ha valaki közben csatlakozik, ha megteszik neki, akkor lesz belőle zenekar. Uh-huh. Ez addig eljutott, hogy most már van is egy zenekar, csak a zenészek úgy döntöttek, a többség úgy döntött, hogy legyen más a neve, ne Sarnabőr. Tehát most már próbál egy zenekar, ami január 6-án fog debütálni a Made in Pécs Fesztiválon. Arra kérlek, ne felejtsd el, őrizd meg magadnak, őrizd meg. Nem maradt más utánom, csak ami belőlünk benne él. Hollywood messze! Elkezdett hiányozni, hogy zenekar legyen, meg nagyon elkezdtem szeretni az elektromos gitárt, és az kellett, hogy ez úgy kitörjön, ami ebből jön. Egy teljesen más világ, mint eddig nem elektromos gitárral dolgoztam, nem akusztikus gitárral, hanem billentyűkkel. És ez most teljesen más világ, és tetszik. Innen már nem juthatunk soha el volna. Megcsináltam az első anyagot, amely dupla lemez lett. Régi dologból, vers megzenésítésekből. Feljött egy következő, ami meg egy nagyon régi projektnek az újragondolása volt. Azután megint egy vers, de az már egy modern, mert az elektronikával készült hajdanán. Csak abból lett gitárcentrikus dolog. A negyedik az meg teljesen új, minden új benne. És az 5., ami teljesen új akart tenni, de mégsem annak sikerült, hanem közben maga elkezdett dolgozni az anyag, és elég sok régi dal került bele tulajdonképpen.
egy kivétellel mindegyik régi, csak teljes újra gondolva. Arra törekedtem, és most is arra törekszem, hogy minden mázat próbálok lebontani róla, hogy minél durvábban, keményebben, valóságűbben szólaljon meg a hangzásba, és próbálom azt csinálni, hogy ne úgy szólaljon meg, mint egy lemez, hanem úgy, mint egy koncert. A koncerten a zene, az alapok, azok laptopról szólnak, tehát a dob, basszus, meg hogyha két gitár van benne, akkor a másik gitár. Az ének és a szóló megy élőben, aminek a nagy része improvizáció. Hát nincsenek megírva a gitár szólamok, csak egy része, az alapja, többi az mindig akkor születik meg. Az énekben a szöveg megvan írva, meg a dallam is, de az is mindig változik. Van, amikor úgy születik, hogy van egy ötlet csak, egy mondat, ami úgy megragad a fejembe, vagy kipattan a fejemből, és a köré szerveződik az egész. Van, amikor úgy, hogy van egy dallam töredék, vagy egy dallam, ami hirtelen kialakul, és akkor azt keresek szöveget. Ilyenkor van az, hogy nem a saját, hanem lehet, hogy találok egy verset, mert írtam, beugrik egy vers, hogy ez milyen jó lenne rá. Akkor van, hogy egyszerűen az ötlet, mint ahogy itt is volt ennél a lemeznél, aminek a címe Útközben, tehát egy konceptlemez, és maga a koncepció volt meg. Tehát tulajdonképpen, amikor elkezdtem a lemezt, akkor az első szám volt meg, és az utolsó. És mivel életről van szó, ez sok benne a szerelem, ennyi szerelem sohasem volt nálam a dalokban. Meg sok benne a szomorúság is. Kísérlet, kis szerelem, ebből áll az utunk, ami hol vidám, hol fájdalmas. Hol szomorú, hol megható. Kis élet, kis szerelem, kis álmok, kis jelenem, kis vágyak, kis történetek, együtt éljük és énekeljük. 10 évvel ezelőtt alapította a Pécsi Flamenco Egyesületet Nagy Eszter és Orbán Veronika. Ezt a kerek évfordulót az Egyesületből azóta kivált két tánccsoport a Művészetek és Irodalom házában ünnepelte. Berényi Ágnes és férje, Cif János flamenco gitáros alapította meg a Pécsi Corazón Flamenco együttest. Rajtuk kívül egy másik tánccsoport is alakult a Pécsi Flamenco Egyesületből. A Flamenco Sopianne, akik közül az esten is színpadra állt Jázsián Terézia énekesnő, Markó Éva és Nagy Eszter táncos, két meghívott zenésszel kiegészülve. Ez a két együttes és a hozzájuk köthető tanítványaik táncoltak ezen az esten, amin az Anya Egyesület 10 éves fennállását ünnepelték. 11 éve ismerkedtem meg a flamenco műfajával, és borzasztóan szerettem volna tanulni. És rájöttem, hogy Pécsen ez nem lehetséges. Nem tudok Pestre eljárni, valahogy meg kell szervezni. És akkor elkezdtem kurzusokat szervezni budapesti tanárokkal, ami hát nem, hogy nyereséges nem volt, de sokszor
saját kasszából kellett pótolni, egy barátnőmmel kezdtük, Orbán Veronikával, és amikor már nagyon sok hiányzott a családi kasszából, akkor úgy döntöttünk, hogy egyesületet alapítunk, mert akkor majd pályázunk, és akkor ebből fogjuk finanszírozni a tanulásunkat, és ezáltal sok más ember tanulását is. És mi annyira voltunk szerelmesek ebbe a műfajba, hogy azt képzeltük, hogy ezt mindenki akarja. És így indult el az egyesület élete. Nem tudok nagyon nagy számokat felmutatni, és ez két okból van szerintem. Az egyik az, hogy ez nem annyira népszerű műfaj, mint amennyire gondolnánk, hogy olyan kis különleges és érdekes, és akkor biztos mindenki ki akarja próbálni. Nem örvend akkora népszerűségnek, és hogyha megpróbálja valaki, akkor szembesül azzal, hogy nagyon-nagyon nehéz. És ezt minden túlzás nélkül állíthatom. Aki ebben hónapokig, évekig megmarad, az egy nagyon nagy küzdő. Másrészt nem is volt ez cél. Nem volt az a célunk, hogy nagy létszámokkal különböző nagy rendezvényeket tartsunk. Az a cél, hogy ez a pár ember, aki ott van éppen akkor, annak éppen akkor jó legyen, és jól érezze magát, és kapjon valami olyat ettől az egésztől, amire épp akkor szüksége van. Van saját tánctermünk, amit a holdingnak hálaféláron tudunk bérelni, tehát ezt ki tudjuk fizetni, ki tudjuk termelni a tagok hozzájárulásából. Itt van egy saját kis kuckónk, amiben létezünk hétről hétre. Vendégtanárokat hívunk rendszeresen Budapestről, vagy Spanyolországból, volt már Sevillából is egy tanárnő, Berényi Ági jóvoltából, aki szintén egy oszlopos tagja az egyesületnek. Gyakorlatilag ketten visszük hátunkon ezt az intézményt. Ő is tart táncórákat, én is tartok táncórákat, és amikor tehetjük, vendégtanárokat is hívunk. Magyarországon 5-6-7 tanár van talán, aki flamenkót oktat Budapesten. Én nem sorolom magam a flamenkó tanárok közé, tehát én abszolút tanulónak érzem magam, és nyilván amit tudok, azt próbálom megtanítani másoknak, de egyébként elsősorban a szellemiségét próbálom átadni nyilván az alaplépések mellett. Tehát, hogy a saját képzésem korlátokba ütközik, mert nem tudok feljárni hetente háromszor Budapestre táncórára, ezért gyakorolni tudom a már megszerzett tudást, illetve amint tudok, Spanyolországba megyek, ha csak 3 napra, akkor 3 napra, ha 2 hétre, akkor 2 hétre, ahogy sikerül. Évente többször, ha tehetem, és ott igyekszem tanulni sokat. Ez egy végtelen tanulási folyamat. Remélem, hogy azt tudom átadni, hogy most röviden összefoglalva arra való törekvés, hogy önmagad légy, hogy ezt megtudd, hogy ez milyen, hogy lehetsz. És nem
kell, hogy azt a mozdulatot úgy csinálja, ahogy én, mert azt én csinálom úgy, ő csinálja úgy, ahogy ő. És ennek a felszabadító ereje az nagyon-nagyon különleges élmény. Amit a legjobban kedvelek benne, az az, hogy úgy közösségi műfaj, hogy rettentően individuális. Tehát a közösség hoz létre valamit, a gitáros, a táncos, az énekes együtt, de mindenki nagyon erős személyiség, és változik, hogy ki mikor irányít. Megvan a szabályrendszere nagyon tisztán, hogy mikor követi a gitáros a táncost, mikor követi a táncos az éneket. Tehát ezek az egésznek a rendszere és a harmóniája, mindenki tudja, hol a helye benne. Ha ismered a szabályokat, akkor bármit megtehetsz. Improvizáció tulajdonképpen, tehát a műfajnak nagyon-nagyon erős alapvetése az improvizáció, ami nyilván egy bizonyos tudásszint fölött tud létrejönni. Amit ma este fogtok majd látni, az részben ezt azért tartalmazza, nem tudja még teljes egészében, de erre törekszünk, és ezt gyakoroljuk az órákon. El szoktuk mondani, hogy ez a célja, hogy a flamenco műfaját népszerűsítse Magyarországon, Pécsen. Többnyire ezzel a céllal maximálisan egyet tudok érteni. Tehát közhelynek tűnik, de tényleg ez a célunk, hogy minél több ember megismerje. Ha csak úgy, hogy megnézi és tetszik neki, valami magával ragadja, az nagyszerű. Ha szeretné kipróbálni, akkor az meg még nagyszerűbb. De tulajdonképpen igen, én azt szeretném, az a célom, hogy minél több ember próbálhassa ki. Nem kell, hogy az ő életének ugyanúgy része legyen, ahogy az enyémnek, nem kell, hogy évekig tanuljon és fellépjen és művész váljon belőle, egyszerűen kipróbálhassa és megtapasztalhassa, hogy ez milyen. Pedig következzen programajánlónk. Először nézzük, milyen új kiállítások nyílnak. 30-án este 6-tól a Pécsi Galériában láthatjuk Füzesi Heyerli Zsuzsa Kerámikus Művész Felhő című tárlatát. Egy órával később pedig Szluka Balázs műgyűjtő munkáiból nyílik egy karácsonyi kiállítás és vásár a Ning Galériában. Zenei téren 30-án este 7-kor a Pannon filharmonikusokkal indíthatjuk a hétvégét, akik Finnország 100 éves függetlensége előtt tisztelegnek Bogányi Bence Fagott művész közreműködésével és Ari Rassilainen vezényletével.
Továbbá ugyanezen estén 9 órakor az MSU 613 koncertezik a Szabadkikötőben, a Nappaliban pedig újra jelentkezik a Jazz Club. Elsőjén este 7-kor a Kodály Központba a Gimes érkezik, a Pécsi Estbe az Anna and the Barbies, a Nappaliba pedig a Saibo. Másodikán az este ismét kezdődhet a Kodály Központban. 6-tól ugyanis megint lesz No Babel, aztán 8-kor a Szabadkikötőben a Muriel koncertedik, az E78-ban pedig a Quimby, akiknek a Zephyr lesz a vendége. 4-én is mehetünk a Kodály Központba, amikor is a Pécsi Jótékony Nőegylet szervezésében megvalósuló Nekem nincs ebédem jótékonysági hangversenyt hallhatjuk a Pannon filharmonikusoktól. 5-én szintén komoly zenei élményben lehet részünk a Művészetek és Irodalom házában, Balázs János zongora művész koncertjére mehetünk este 6-kor. Színházi téren 2 új bemutató is lesz a színház téren. A Pécsi Nemzetiben a nagy színpadon elsőjén láthatjuk a Veszedelmes viszonyokat, másodikán pedig a Kamarán a Nórát. Továbbá szintén elsőjén az advent alkalmával a Bói Keresztény Színjátszó Nagy Lajos Gimnáziumban adja elő Iváncsis Tamás a Tékozló fiú című rock operát. 4-én a Zsolnai Színház hozza el a Forte Társulat a Te Országod című előadását. A Janus Egyetemi Színházban 4-én és 6-án a Medvevár lesz műsoron, a 3. színházban pedig 30-án a Komámasszony Holastukker, 4-én meg az Előttem az Élet. Végül pedig nézzük a mozik műsorát, egy új filmet láthatunk a Vásznakon, a Paddington 2. részét. Ez volt már a Pécsi Kör, köszönöm a figyelmüket, tartsanak velünk a jövő héten is, addig is szép napokat!